Ezt a tollast. Melyiket? Tolla. Ez melyik a tollas? Egész. Egy elég lesz. Árérzékenyek lettek a nagy kunsági vásárlók is. Néhány helyen van, ahol a tavalyi áron kínált tanszerekkel várják az iskola kezdésre készülő családokat. Az augusztus hónapot szántuk arra, hogy elkezdtünk nézelődni, illetve elkezdtünk válogatni, bevonjuk a gyerkőcöt is a vásárlásba. Volt egy nagy bevásárlás, aztán átnéztük otthon a listát, és ami kimaradt, azt még így utolsó körben megvásároltuk. Ilyet is szeretnék. Én a nagyszülő vagyok, az édesapjám bevásárolt, és akkor néhány kiegészítőt még vettünk, mert ő mindig vásárolhat még. Itt meg aránylag elég jó nagy a választék, aztán még egy-két füzetet, színes ceruzát, ilyesmit vettünk hozzá. Az iskola kezdés költsége gyermekenként az 50 ezer forintot is meghaladhatja az idén, és ebben a méret és szezonváltás miatt szükséges ruhákára nincs benne. Egy elsősnek körülbelül olyan 60-70 ezer forinttal számolhatunk, mert ebben benne van az iskolatáska, tolltartó, füzetek, szóval nagyon sok, az árak is nagyon sokat emelkedtek most az utolsó években. Ezt mink is tapasztaljuk tulajdonképpen. Hát olyan 10-15%-kal feljebb mentek a papíráruk, írószerek jelenleg. Még szeptember közepéig elhúzódik nálunk ez a kis bevásárlás. Még az iskola megkezdés után is jövögetnek, hogy még ez hiányzik, az hiányzik, egy-két dolog. Még nagyon sokat szoktunk segíteni a szülőknek, még mindegyik szülővel tulajdonképpen személyesen foglalkozunk, hogy mindenkinek jó legyen a csomagjuk elkészítve. Még nagyobb kiadással néznek szembe az egyetemi hallgatók szülei, akik közül többeknek a kollégiumi díj vagy az albérlet, illetve adott esetben a tandíj jelent nagyobb anyagi megterhelést. A legjobban a kollégiumba bejutó hallgatók járnak, de a helyekért komoly küzdelem folyik. A kollégiumokban tavaly a diákok mindössze ötöde fért el, az albérlet viszont százezres nagyságrendű kiadással is járhat, mint ahogy a tandíj is.